Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. A mai vendégünk Plusz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, akivel a tanévkezdésről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Plusz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat így a nyár végén, a tanévkezdés előtt néhány nappal. Köszönöm szépen a meghívást, én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. 2016. szeptember 1-én indul a 2016-17-es tanév a gyerekek legnagyobb bánatára. Arra kérem intézményvezető asszonyt, hogy értékeljük a tavalyi tanévet, az elmúlt tanévet, hogyan sikerült, milyen tapasztalatokat szereztek. Ugye, intézményi szinten. Így van. Az elmúlt tanév, mint amit szerintem minden tanévre egy intézményvezető elmondhat, igen mozgalmas volt. Tele programokkal, megmérettetésekkel, különböző versenyeken vettek részt a gyerekek, illetve ugye a pedagógusoknak is sok-sok feladatuk volt. Egyrészt nem csak az órákat kellett megtartaniuk, hanem számos más tanórán kívüli foglalkozással színesített a gyermekek életét, illetve pályázatok írásában is részt vettek, illetve azoknak a lebonyolításában, illetve elszámolásában. Aztán említésre méltó még az is, hogy ugye a pedagógus életpálya modell elindult, és ennek a megvalósítása is folyamatban van. A mi iskolánkban is számos pedagógus vett részt tanfelügyeleti látogatáson, illetve pedagógus minősítő vizsgán és minősítő eljáráson. Ez nem csak az adott pedagógusnak adott feladatot, hanem az intézményvezetőnek és annak a kollégának, aki az intézményi delegált szerepet látta el. Elmondhatom, ebben a tekintetben igen sűrű volt a tanév, hiszen egymást érték a szakértői látogatások, de sikeresen minden pedagógusunk letette, akik részt vettek ebben, a minősítővizsgát és minősítős eljárás követelményeit teljesítették és megfeleltek. Ugye ez egy régi újdonság gyakorlatilag most a pedagógusok életében, hiszen én emlékszem, amikor én általános iskolás voltam, akkor voltak óralátogatások, volt tanfelügyelet. Akkor szakfelügyeletnek hívták. Igen, napjainkban ezt ugye a tanfelügyeleti rendszer látja el. És akkor először ugye, amikor találkoztak a pedagógusok vele, akkor tehát mindenki egy kicsit úgy visszalépett, mert negatív érzések kerültek előtérbe, de ezt nem így kell elképzelni, és aki átesett rajta, az tapasztalta is, hogy ez a tanfelügyeleti látogatás igaz, hogy külső emberek jönnek és szakmai szemmel látogatják az órát és értékelnek bizonyos kompetenciák mentén, indikátorok mentén, de ez elsősorban egy szakmai támogatás, az a célja, hogy felfedezzék a jó gyakorlatokat, és azokat meg lehessen osztani más intézményekkel, illetve, hogyha a pedagógusok
pedagógusnak vannak némi hiányosságai, apró hiányosságai, lehet, hogy azt észre sem veszi, de egy külső kollega meglátja, és abban tud neki segíteni, hogy még jobban tudja végezni a mindennapi tevékenységét. A pedagógusok hogyan, ha lehet így kérdezni, hogyan viselik ezeket a minősítő rendszereket? Ugye magukat is kell értékelniük. Így van, így van. Tehát először ugye a saját maguk értékelés, el kell készíteni egy portfóliót, ami az addigi szakmai életútjának az összegzése, összefoglalása. Ez egy pályakezdő, fiatalabb pedagógusnál ugye nem nagy időszakot ölel föl, de vannak köztünk, akik 20-25-30-35 éve vannak a pályán, és azért nem kis feladat összegyűjteni, hogy a pályám kezdetétől idáig hova is értem el. Ezt át kell gondolni, meg kell fogalmazni, mi az én arcpoétikám, hogyan építettem föl az én szakmai hitvallásomat, hogyan végzem a munkámat, és önkritikusnak is kell lenni, hogy szerintem mik azok a területek, amiben jó vagyok, és mik azok, amiben úgy gondolom, hogy lehet, hogy még kell fejlődnöm, és ha igen, akkor viszont igénybe veszem a különböző továbbképzési lehetőségeket. Nos, mivel nem vagyunk egyformák emberek, a pedagógusok sem egyformák, van, aki ezt könnyebben veszi, és azt mondja, hogy igen, jó, hogy van egy ilyen rendszer, hiszen megmutathatom azt, összegezhetem, hogy én mit tudok és mit érek. Azok a pedagógusok jó néven vették ezt és örültek ennek. Vannak olyan pedagógusok, akik kevésbé örülnek ennek, és ezt plusz feladatnak látják, és megterhelő az, hogy most egy ilyen dokumentumot el kell készíteni, vagy ha kijönnek személyesen ugye a látogatásra a szakértők, akkor ugye el kell velük beszélgetni, szakmai kérdések kerülnek föl, úgymond meg kell védeni magát a pedagógusnak, és be kell mutatni a munkáját, hogy a portfólió, illetve a személyes találkozás alkalmával egy teljes kép alakuljon ki, és ez alapján kapja a minősítését. Ez gyakorlatilag olyan, ahogy így most elmondja, ugye én nem láttam még ilyen portfóliót, tehát nincs olyan ismerősöm, aki, vagy legalábbis erről nem beszélgettünk még pedagógus ismerősökkel. Olyan lehet ez, mint egy szakmai önéletrajz. Igen, ahhoz hasonlít. Tehát először is szövegesen értékeli az eddig eltelt éveit, a szakmai életútját, aztán óravázlat, hogyan készít ő el egy óravázlatot, hogyan tudja az órát felépíteni, azokat hogyan tudja egymáshoz kapcsolni, egymásra építeni. Ugye az óravázlat készítését megelőzi egy tematikus terv készítése, hiszen minden pedagógus úgy indul el egy tanévnek, hogy mit szeretnék megtanítani ebben az évben a növendékeimmel, a tanulókkal, és azt hogyan osztom fel órákra. Mindez megvan, aztán kitér a portfólió külön, hogy egy-egy csoporttal én kiemelek egy csoportot, hogy azzal hogyan tudtam foglalkozni. Ugye ez a kötelező tanítási óra rész, de vannak a portfóliónak olyan elemei is, ahol bemutathatja a pedagógus azt, hogy a tanítási órán kívül ő még mi mindennel foglalkozik. És akkor is bemutathatja azt is, hogy mi az, ami a gyerekekhez kapcsolódik, mi az, amit esetleg intézményen kívül végez, akár kulturális tevékenység, akár valami más, bemutathatja az érdeklődési területét, és így áll össze egy teljes kép, és utána a személyes találkozás alkalmával ez pedig még teljesebbé válik. Nyár, beszéljünk egy kicsit a nyárról, elsősorban a gyerekekről. Hogyan telt a gyerekeknek a nyári szünet? Most nem az egyéni nyaralásokra vagyok kíváncsi, hanem intézményi szinten mit tudtak kínálni, biztosítani nyárra a tanulóknak, milyen program lehetőségeket. Ugye június 15-én volt az utolsó tanítási nap. Ekkor még a pedagógusoknak nem ért véget a tanév, hiszen készítették elő az elkövetkezendő két hétben a július elejé Erzsébet napközi táborokat. Az első olyan nyarunk volt, amikor ilyen tábort szerveztünk, ugye a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ is segített ennek a megszervezésében és lebonyolításában. Július első két hetében mind a két általános iskolai tagintézményünkben, a Kiskulcsosiban, illetve a Kovács Mihály tagintézményben
A Kovács Mihályban két turnusban, a Kiskulcsosban pedig egy turnusban került megszervezésre ez a hét a gyerekek nagy-nagy örömére. Sajnos nem minden jelentkező gyermek tudott ide bekerülni, hiszen a létszám az ugye maximalizálva volt, de akik részt vehettek ezen a táborozáson, azok igen színes programokat élvezhettek. Volt komplex tábor, illetve volt tematikus tábor, napközi tábor. A tematikus táborban a lovas hagyományokhoz kapcsolódó történéseket, programokat szerveztek a gyerekeknek, illetve azt dolgozták föl, ahogyan csak meg lehet tenni. Itt volt gyakorlat is, hiszen kimentek a kunlovárdába a gyerekek, és ott lovagolhattak, és rajzoltak, különböző kézműves dolgokat készítettek. A komplex táborban, az pedig a Kovács Mihály tagintézményben volt, mindenféle érdekes foglalkozásokon, kísérleteken vehettek részt a gyerekek, futóversenyeken, tájfutáson, ügyességi versenyeken, kirándulni mehettek el a gyerekek. Tehát ami egy nyári vakációba belefér. Igaz, hogy az iskolában voltak reggel 8-tól délután 4-ig, mert addig tartott ez a nap, de mégis kötöttebb formában, nem úgy, mint a tanévben általában szoktak lenni. Élményeiket leírhatták, és én úgy tapasztaltam, hogy sikere volt ennek a nyári napközi tábornak. Bízom benne, hogy a következő nyáron is meg tudjuk ezt szervezni, és minél több gyermek tud ebbe bekapcsolódni. Ezen kívül ugye voltak az Erzsébet táborok, szintén mind a két általános iskolai tagintézményből részt vettek ezen a tanítványok, ez a Balatonnál volt megrendezve. Azok is nagyon jól sikerültek. Úgyhogy az tehát iskola lesz folytatása, igen. Az iskola az idén nyáron ezeket a lehetőségeket tudta biztosítani a gyermekek számára. Most ugye kezdődik a tanév, és arra tudtak-e lehetőséget teremteni, hogy megszépült környezetbe kezdhessék majd meg az elkövetkezendő hónapokat a diákok, magyarul végeztek-e bármiféle felújítást a tagintézményekben? Így van. Szokásos módon a nyári szünet ugye ezzel is telik, a tisztasági festésekkel, meszelésekkel, és hát elmondhatom, hogy boldog vagyok, mert az idei nyáron több mindent sikerült megvalósítani, mint például tavaly vagy tavaly előtt. Kiemelném a leglényegesebbeket, a Kiskulcsosi tagintézményben sikerült 4 tanterem parkettáját felújítani, kifesteni a tantermeket. Egy tanteremben teljes PVC cserére került sor, ott is szintén festéssel egybekötve. Aztán most zajlik a Kiskulcsosi tornateremnek a felújítása, ami végül is önkormányzati, sportegyesületi, a Kiskulcsosi Gyermekekért Alapítvány összefogásával valósul meg, de hát a gyermekek legnagyobb örömé, hiszen már ott is elég kopott volt a tornatelem burkolata. Nagyon sok festési munkálat volt mind 3 tagintézményben, ivókutak cseréjére került sor, ajtó, ablakfestés, falfestés, a kisebb hiányosságok megjavítására, cseréjére, ablaküveg cseréjére. Tehát sok-sok olyan dolog, ami így magában apróságnak tűnik, de amikor mi is összegyűjtöttük, hogy mit kéne a nyár folyamán megjavítani, karbantartani, akkor az úgy sokra rúgott, és itt szeretném megemlíteni a közfoglalkoztatott munkaerőt, illetve a saját dolgozóinkat, az egyéb foglalkoztatottakat, akik tényleg megfeszített munka tempóban végezték a feladataikat, mind a 3 tagintézményben, azért, hogy mire jönnek a gyerekek jövő héten 1-én, minden a helyén legyen, és egy megújult, felfrissült, szép környezet várja
őket. Azt mondta, hogy összegyűjtötték, hogy mit kellene megcsinálni. Jó, mondjuk ez részletkérdés, igen, de hogyan működik ez, hogy van egy bizottság, vagy egy vezetőség, körbejárja az tagintézményeket, összeírják, hogy mit kellene megcsinálni, vagy esetleg akik ott dolgoznak egy adott intézményben, ők ezeket összegyűjtik, amit észrevesznek hibákat? Mind a két eset. Igen. Tehát ez így együtt, egybegyúrva. Tehát ahogy a vezetés is járja a tagintézményeket, tehát látjuk, hogy mit kéne javítani és karbantartani, de segítségünkre vannak ugye helyben a tagintézményvezetők, valamint az ott dolgozók, akik ugye minden napot takarítanak, végzik a munkájukat, és hamarabb felfedezik a hiányosságokat. Ezeket tanév végén összegyűjtjük, táblázatba rendezzük, megnézzük, hogy mennyi a költségvetési keretünk, és akkor osztunk, szorzunk, hogy mi fér bele. Mindig egy rangsort állítunk föl, mi az, ami a legfontosabb, hogy azokat végezzük el először, és aztán, ha idő, illetve a keret is marad rá, akkor utána a többi dolgot. Hát igyekszünk úgy tervezni, hogy folyamatosan az egymást követő nyarakon fel tudjuk újítani az iskolákat. Gyermekek, milyen összetanulói létszámmal működik az intézmény? Ez a kérdés egyik része. És az egyes tagintézményekben hány első osztályt indítottak, milyen tanulói létszámmal? Vagyis indítanak, mert ugye még nem kezdődött el a tanév. A Kacagi általános iskolai tanulói létszám az 475 fő. Ezzel indítunk most a tanév elején. A művészeti iskolai létszám közel 190 fő. Az általános iskolás első osztályos gyerekek a Kiskulcsosi tagintézményünkben 24 főt vettünk föl, számított létszáma lesz 27 fő, a Kovács tagintézményünkben pedig 28 fővel indítunk, számított létszámban ez 31 fő, tehát elmondhatom, hogy megfelelő osztálylétszámmal, első osztályos létszámmal indulunk mindkét tagintézményben. Az Erkel tagintézményben pedig még most a tanév elején, szeptember elején is, szeptember 5-én és 6-án még van lehetőség pót beiratkozásra, tehát oda még várjuk a gyerekeket. Ott még változik ez a létszám, amit most említettem, de hát ez így szokott lenni. Pedagógus létszámot tekintve milyen apparátussal dolgoznak? Vannak esetleg üres helyek még, ami feltöltésre vár, vagy minden hely foglalt? Ugye ez a tanévkezdés előtti másfél hét, ez erről szól, hogy a tantárgyfelosztást elkészítjük, illetve igyekszünk órarendet összeállítani, és már tavalyi tanév végén is látszódott, hogy mik azok az álláshelyek, amelyeket szükséges meghirdetni a nyár folyamán. El kell, hogy mondjam, hogy sajnos kevés pályázat érkezett be. Még várjuk a pedagógus kollégákat, akik szeretnének tanítani, de hogyha nem érkeznek, akkor is ugye muszáj megoldanunk, hiszen a feladatot azt el kell látni. Tehát több álláshely is van még, amire. Több álláshely van, amire még várunk pedagógust. Vannak már elképzeléseink, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. Éppen a napokban is erről folynak egyeztetések az egyes jelölt kollégákkal, akiket szeretnénk foglalkoztatni, akár óraadóként, akár teljes foglalkoztatásban. De bízom, hogy ezt sikerül megoldani. Az előbb beszéltünk ugye a tanárok portfóliójáról, illetve arról, hogy milyen különböző megmérettetéseken kell részt venniük egy-egy tanév során. Most a gyerekekre vonatkozóan lenne az a kérdésem, hogy náluk milyen felmérések vannak, illetve van-e bármiféle változás az előző időszakhoz képest e tekintetben? Nagyobb változás nincsen. A szokásos felmérések, ami ugye a gyerekeket érinti, a differmérés, amit ugye az első osztályosoknál végeznek el a kollégák ilyenkor szeptember elején, ez ugye arra szolgál, hogy kiszűrjék azokat a gyerekeket, akiknek megsegítésre, támogatásra van szükségük. Aztán a netfit mérés, amely ugye az edzettségi állapotukat méri fel, illetve az idén is lesz az idei tanévben, 2017. május 24-én kompetencia mérés,
mérés, a szokásos kompetencia mérés, ezek meg szervezésre kerülnek, illetve lebonyolításra az intézményben. Újdonság a 20/2012-es EMMI rendeletben az oktatásért felelős miniszter meghirdette a tavaszi időszakra, ez általában március-áprilisi időszakra témahetek szervezését, illetve az abban való részvételt. Ugye napjainkban, a 21. században vannak olyan területek, amelyekről mindenképpen kell, hogy ismereteik legyenek a gyerekeknek, már általános iskolás korban is, ugye ilyenek a pénzügyi gazdálkodási ismeretek. Nos, lesz egy ilyen témahét, amikor tanítási órákon, illetve tanítási órán kívüli foglalkozásokon van lehetőségük a gyerekeknek ezekkel kapcsolatban ismereteket szerezni. Akkor ugye az IKT eszközök, az már a napjainkban szinte nem is tudunk nélkülük dolgozni, digitális témahét is lesz, amiben részt vehetünk, illetve a környezet tudatosság, a fenntarthatóság témahete is lesz. Ez is úgy gondolom, hogy nagyon fontos napjainkban, hogy a gyerekek erről ismereteket szerezzenek, illetve úgy éljenek, úgy viselkedjenek, a mindennapi életüket úgy végezzék, hogy minél tovább tudjunk itt élni ezen a földön. Ezeken kívül, ezeken a nagyon hasznos és nagyon nagy tudást biztosító témaheteken kívül milyen programokra készülnek majd még az idei tanévben? A szokásos évszakokhoz kapcsolódó programok természetesen... Őszi szünet, téli szünet. Igen, a szüneteken kívül, mert ugye a gyerekek meg a pedagógusok is ugye a szüneteket várják. Természetesen ez az idei tanévben is lesznek szünetek, mert ugye kell egy kis pihenés is, de a különböző programok is megszervezésre kerülnek a szokásos módon. Az őszi programok, ugye különböző kis születőmulatság, kukoricafest, fesztivál, zenei világnap, Mikulás rendezvények, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények, akkor tavasszal a vízvilágnapja, most aki egyet kiemelt, annyira sokan felsorolnám, akkor nagyon sokáig írnénk. Tehát a gyermekek és a szülők is számíthatnak arra, hogy az idei tanévben a szokásokhoz híven meg fogjuk tartani ezeket a programokat, és nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is minél nagyobb számban vennének ezen részt, hiszen várjuk a szülőket az iskolába. Az iskola nem csak azért van, hogy a diákok ott legyenek reggel 8-tól délután 4-ig, és eltöltsék az időt, hanem ott sok-sok színes programon vesznek részt, és a tanórán kívüli programokra, ha ellátogatnak a szülők, amikor hívjuk őket, akkor úgy gondolom, ők is jól érezhetik magukat, megismerhetik a gyereküket egy másik oldalról, és ilyenkor lehetőség van a pedagógusokkal is jobban beszélgetni, véleményt cserélni, esetleg a gyermekükről, és ez az ő nevelésüket, illetve a pedagógusok munkáját is nagy mértékben megkönnyíteni. Úgyhogy ezt minden évben el szoktam mondani, a kezdőszülői értekezleteken az idei évben is ezt el fogom mondani, hogy számítunk a szülőkre, hiszen együtt szeretnénk velük működni. Úgy legyen, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és jó sok munkával teli, sikeres tanévet kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Szepesi Tibor képviselőről beszélgetünk, hiszen az önkörzetében most aszfaltoznak. Igen, jelen pillanatban zajlik az az aszfaltozás, amely a nyári hosszú előkészítő munka után ideért a kisföldek közé ebbe a városrészbe. Ugyan a tavasszal már a Magyarkai út egy része el lett készítve, és az is egy óriási segítség az ott élőknek, illetve az azon közlekedőknek. Most pedig azok a részek, ahol a kisebb lyukak, kátyúk kerülnek javításra, van folyamatban. Tanévkezdésnél fontos, hogy az iskolák előtt is elkészüljenek ezek a javítások. Erre is lesz lehetőség? Én úgy gondolom, hogy az előző években is folyamatosan odafigyelt az önkormányzat arra, hogy azok az útszakaszok, amelyek kiemelt jelentőségűek és fontosak,
nem csak az iskolába járáshoz, a munkába járáshoz, azok a kerékpárutak, kereszteződések folyamatosan javításra kerüljenek. Nincs ez másképp ebben az évben sem. Ugye a szakemberek felmérték, hogy hol vannak azok a kritikus pontok, melyek azok a legfontosabb kátyuk, amelyeket mindenképpen ki kell javítani. Én azért bízom abban, hogy elegendő aszfalt áll rendelkezésre, hogy valamennyi olyan lyukat, aszfalt hibát ki tudjunk javítani, amely nem csak a legfontosabb helyeken, de gyakorlatilag minden részén fontos az itt élő emberek számára. Lesz esetleg a körzetben lezárása az utaknak, útalapoknak? Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem szükséges ahhoz, hogy lezárjuk az utat, lezárjuk az utakat a javításhoz, folyamatosan tudják végezni a szakemberek kisebb fennakadásokkal. Természetesen vannak olyan részei a körzetnek, ahol az útalapokat el kell készíteni, a kerti utakat egy kicsit tömöríteni kell, kavicsot kell belehozni. Én bízom benne, hogy folyamatosan el tudják végezni majd ezeket a munkálatokat is. Itt említette a kerteket, mennyire jellemző, hogy ott is készülnek útalapok? A felmérések lezajlottak, nagyon sok helyen szükséges, azt gondolom. Nem teljes útalap készítése, de a meglévő útalapoknak a folyamatos javítása, feltöltése, tömörítése. Én bízom benne, hogy mondtam is, hogy az ősz folyamán erre is sor tudunk keríteni. Gondolom, hogy sokkal több kártyúzás kijavítására és útjavításra is szükség volna, de mi alapján döntöttél el, hogy most melyeket javítják ki? Ahogyan mondtam, végigmentek a szakemberek, átbeszéltük, hogy melyek azok a részek, amelyek a legfontosabbak. Nyilván a fő közlekedési vonalakon lévő nagy lyukakat természetes, hogy azonnal javítani kell. De ahogy mondtam is, rendelkezésre áll annyi aszfalt, legalábbis én nagyon bízom benne, hogy valamennyi olyan lyukat, kátyút ki tudunk javítani, amely szükséges. Mikorra végeznek a munkákkal? Erre a hétre, illetve a jövő hétre ígérték a városgondnokság szakemberei, tehát én nagyon bízom abban, hogy mire az iskola elkezdődik, a tanévnyitók véget érnek, elkezdődnek, és igazából a legfontosabb munka ugye 5-től, hiszen addig azért még azt az 1-2 napot, én azért ismerve a pedagógusokat, a gyerekeket, egy picit arra fogják irányozni, hogy visszaszokjanak az iskolába járásra, és a valódi munka, én azt gondolom, hogy majd 5-én hétfőtől fog kezdődni, most azt gondolom, hogy ebbe az időszakra azért el fognak készülni. Itt most, ahol állunk a Kiskutosi iskolánál, közben a út mellett készítik a belvízzel vezető árkokat is. Igen, több fronton is folyik a munka a körzetben, nem csak a kátyúzás és az útjavítások, hanem az esőelvezető árkok tisztítása, takarítása, ahol szükséges, és itt a háttérben is látszik, mélyítése, az oldalfalaknak, a támfalaknak a kiépítése. Több részén a városnak, hiszen azok a legfontosabb árkok, amelyek a fő vízelvezető utakat jelentik, nagyon fontosak, hogy tiszták legyenek, mire az esős téli időszak beköszönt. Itt az előbb együtt néztük, hogy ebben az árumban is a befőttes üvegtől kezdve minden van. Igen, sajnos, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ahol éppen elfogyott az általuk fogyasztott termék, legyen ez chips, csokoládé, üdítő, azt ott meg is kell szabadulni tőle. Hál' Istennek egyre kevesebben azt látom egyébként, hogyha folyamatosan tisztán tartjuk, karban tartjuk a közterületeket, és hát itt mindenképp meg kell jegyezni azt, hogy egyre többen odafigyelnek a környezetük tisztántartására, a fűnyírásra, egyre szebb a városi környezet, és ezt én köszönöm szépen mindenkinek. Nos, ha erre folyamatosan odafigyelünk, akkor előbb-utóbb felkeltjük az igényt mindenkiben arra, hogy ne szemeteljen. Ezzel együtt jár természetesen, hogy ki kell majd helyeznünk egyre több helyre szemeteseket, megpróbálni rászokatni mindenkit arra, hogy lehetőleg ne a zárukba, hanem ezekbe a szemetesekbe dobja el azokat az általa már nem használt termékeket, és akkor talán könnyebb lesz a tisztántartása is az árkoknak. Hiszen amikor belemegy egy fűkosza, egy fűnyíró, és a papír szanaszét repül kisebb fecnikre, akkor már sokkal nehezebb összeszedni, mint hogyha azt eleve beleteszi valaki a szemetesbe. Hát akkor reméljük, hogy a jó példa ragadós lesz, és akkor sokan fognak tisztább környezetet hagyni maguk után. Én nagyon bízom ebbe. Természetes, hogy itt a mi felelősségünk is, hiszen valóban ezeket a szemeteseket majd el kell helyezni. Ha visszatérünk még egy pár gondolat erejéig arra, hogy melyek azok a részek, ahol még folynak a munkálatok. Elkezdődtek a fa nyírások rendbetétele,
is folyamatosan zajlik majd, hiszen a Gépgyár utcán lévő nyárfáknak a gajazása, rendbetétele egy nagyon sürgős és égető probléma, hiszen ott az elöregedett faállománynak a megújítására hamarosan oda kell figyelnünk. Akkor jó munkát kívánunk önnek a körzetében. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltán kapitány úrral beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik az iskola. Mire hívnál fel a szülők figyelmét, hiszen a gyerekek most 3 hónap után újból elkezdik az iskolát? Üdvözlöm a kedves nézőket, a Karcagi Rendőrkapitányság beosztottai munkatársaim, kollégáim már 2 héttel ezelőtt megkezdték a felkészülést a tanévkezdésre, az iskolai iskolák környéki rendőri feladatok ellátására. Fölvettük a kapcsolatot a közútkezelővel, az önkormányzatok képviselőivel, és már megtörtént az iskolák környékének a felmérése, ellenőriztük a közlekedési jelzőtáblák meglétét, a felfestett gyalogos átkelőhelyeket. Ennek kapcsán, ahol szükséges volt, jelzéssel értünk a közútkezelő irányába, ez mind a 12 településen megkezdődött, és mi is várjuk az iskola kezdést. Az iskola rendőre program beindult, minden településünkön lévő iskolában rendelkezünk iskola rendőrrel, akik a hétvégén és már a héten kezdődő tanévnyitó rendezvényen részt fognak venni. Már most felkeresik az iskolákat, a kapcsolattartókat, és a 2016-2017-es tanévben az iskola rendőre program ismételten folyni fog illetékességi területünkön. Itt most a legforgalmasabb részén a városnak a főtéren beszélgetünk. Itt azért több zebra is van, ami segíti majd az átjárást, a közlekedést. Viszont itt pont a főtéren vannak olyan iskolák, ahova sokan megállnak autóval. Itt mire hívnál fel a figyelmet, hiszen a zebrák környékén néha tényleg nehéz átjutni? A rendőri jelenlétet szokás szerint ismételten biztosítani fogjuk mind a reggeli iskola kezdés időpontjába, mind pedig az iskola befejezésekor, annak érdekében, hogy a gyermekek balesetmentesen tudjanak átkelni a gyalogátkelőhelyeken, balesetmentesen érjenek az iskolába, illetve hogy elő tudjuk segíteni a szülők parkolását, akik a gyermekeiket az iskolába hozzák. Biztos, hogy lesznek eleinte még gondok, hiszen a gyerekek is kerékpárral mennek. Az jó lenne azért, hogyha az iskolákban az első napon azért felhívnák a figyelmet erre az iskolarendőre, biztos, hogy segíteni fog. Már a tanévnyitó rendezvényeken is meg fog jelenni az iskola rendőr, és ezt követően minden iskola rendőr a részére kiosztott iskolába megjelenik, ott mind a tantestület részére tart egy tájékoztatást, ezt követően pedig nyilván a tanulók részére is. Hogyha valaki esetleg szabálytalankodik, vagy valami történik, akkor mit tanácsol, hogy hova forduljon? Tehát mondjuk nem súlyos a baleset, de elesett, hova forduljon? Én úgy gondolom, hogy elsődleges célunk a prevenció, a megelőzés, ezért is fogjuk folyamatosan biztosítani a frekventált útkereszteződésekbe, a nagyforgalmú helyeken a folyamatos rendőri jelenlétet reggel és délután, és a kollégáimat én a differenciált intézkedésre kérem ezt követően is, lehetőség szerint figyelmeztetéssel éljenek, ha szabálysértést észlelnek, és úgy gondolom, hogy ha ez a szankció eléri a hatását, akkor bármilyen más súlyosabb szankció felesleges. Mire hívnám még fel a figyelmet? Én a szülők figyelmét hívnám fel arra, hogyha gépjárművel hozzák a gyermeket az iskolába, akkor szálljanak ki az autóból, miután biztonságosan leparkoltak, és maguk ellenőrizzék, kísérjék át a gyermeket a gyalogos átkelőhelyen, ne hagyják, hogy csak kiugorjon a gyermek a kocsiból és átszaladjon az úttesten. Amennyiben kerékpárral érkezik a gyermek, akkor szintén hívják fel a figyelmét a szabályos közlekedésre, arra, hogy a járdán kerékpározni tilos, ha pedig gyalogosan érkezik a gyermek, akkor legyenek körültekintőek, ha még első osztályos a gyermek, akkor el kell kísérni, úgy gondolom, az első hetekben a gyermeket, meg kell mutatni részt, hogy mik azok a veszélyes átkelőhelyek, ahol nagyon körültekintően kell átkelniük, és amikor már megbizonyosodtak, hogy a gyermek biztonságosan tud iskolába menni egyedül, csak azt követően engedjék egyedül útjára. Reméljük, hogy ez így lesz, és nem lesznek balesetek. Viszont az iskolában van egy másik program is, amiről beszélünk, hiszen most a közlekedésről beszéltünk elsősorban. A bűnmegelőzéssel kapcsolatban is lehet a rendőrhöz fordulni. 2013. szeptemberétől folyik az a program, miszerint iskolai bűnmegelőzési tanácsadó idézőjelben működik a kapitányságon, 2 középiskolával,
együttműködési megállapodás keretében látja el egy igen tapasztalt kollégám ezt a feladatot. Természetesen a többi iskolára is próbáljuk kiterjeszteni ezt a programot. Rendszeresen megjelenik az illetékességi területünkön lévő valamennyi iskolában az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó kollega, drogmegelőzés, iskolai erőszak témakörben rendszeresen tartunk előadásokat, mind a tantestület részére, mind pedig a teljes iskolai kollektívának. Az előbb már beszéltünk arról, hogy a gyerekek hogyan vigyázzanak, de mit tanácsol, vagy mit kér az autósoktól? Nyilván az autósokhoz is van vannak figyelemfelhívó szavaim. Én arra kérnék minden gépjárművezetőt, legyen az autós, vagy motorkerékpáros, vagy tehergépkocsi vezető, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg az iskolák környékét, a gyalog átkelő helyeket, hiszen nem lehet tudni, hogy mégis váratlanul kiléphet egy gyermek az úttestre, és kerüljük el a baleseteket. Fokozottan figyeljék azokat a gépjárműveket, aminek a takarásából esetleg az útra léphet gyermek, és úgy gondolom, hogy akkor közösen meg tudunk előzni bármilyen balesetet. És azt gondolom, hogy ugyanez, amit elmondtunk, a város óvodáira is ezek a tanácsok vonatkoznak. Természetesen minden intézményre, igen. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Köszöntöm nézőnket, Molnár Pállal, a Városgondosság vezetőjével beszélgettünk, hiszen a Mandarasi úton elkezdték gajazni a fákat. Miért volt erre szükség? Az igazság, hogy a fákat akkor szoktuk gajazni, amikor nyugalmi időszak van, tehát nincs zöld tömeg rajta. Viszont vannak a városnak olyan területei, többek között a Madarasi út is, hogy annyira fölnőttek a fák a nyár folyamán, köszönhetően ez a jó időjárásnak, a csapadékos időjárásnak, hogy már a közvilágítást szinte ellehetetlenítette. Ha éjszaka vagy este szürkületben erre járt az ember, akkor láthatta, hogy a fényforrások már nem tudták a feladatokat teljesíteni. Lesz-e még erre máshol is lehetőség, vagy muszáj-e? Természetesen ott, ahol a fényforrásokat körbenőtték a fák, és nincs megfelelő közvilágítás, ugyanezt a feladatot meg fogjuk tenni. Ott, ahol még ráér, abban az időszakban fogjuk elvégezni, amikor a vegetációs időszaknak a nyugalmi része van. Gondolom, hogy ősszel a parkokat, a közterületeket is átnézik, hogy vannak-e kiszáradt fák, amelyeket ki kell venni? Természetesen a kiszáradt fákra arra különösen oda kell figyelni a nyári, őszi, téli vagy bármelyik évszakban, ugyanis az veszélyeztetheti a közlekedőket, a gyalogosokat vagy a gépjármű forgalmat is, és ezt a város lakói láthatják is, hogy folyamatosan végezzük. Hát akkor reméljük, hogy nem sok fát kell kivenni. Még korán van ahhoz, hogy beszéljünk a ültetendő fákról, de tudunk-e már erről valami? Természetesen csak azokat a fákat szoktuk kivenni, vagy gajazni, amelyek már teljes mértékben szükségessé váltak, tehát nagy veszélyt jelenthetnek a környezetükre. A pótlásuk minden alkalommal megtörténik, nem csak a pótlásuk, hanem mindig többet szoktunk ültetni, mint amit kiveszünk. Sajnos a fák, a városi fák olyan életkorban vannak, hogy többet ki kellene venni, de nem egyszerre akarjuk ezt természetesen megtenni, hanem folyamatosan történik a kivételük, ahogy fölmértük egy 60-70 darab nagyobb méretű fa van a városban, a város belterületén, amelyek kivétele szükségessé válhat, és amelyek pótlása természetesen szintén szükséges. Mi lesz ezekkel a nagy hatalmas gajakkal? A gajaknak azt a részét, amely tüzelésre is alkalmas, egy pályázat keretében sikerült egy olyan gajdarálót vennünk, amelyen 2-3 cm-es zúzalékot készít. Ezt a Városgondosság udvarán található, a műhelyek fűtésére alkalmas, nagy teljesítményű vegyes tüzelésű kazánnal szoktuk feltüzelni. Természetesen azok az zöld részek, amelyek nem alkalmasak erre, azt kiszállítjuk a városi gajtározóba. Akkor, amikor ez aktuális lesz, vissza fogunk rátérni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, a Kiskulcsosi Iskola tornatermében Szepesi Tibor képviselőről beszélgetünk, hiszen javában zajlanak itt munkálatok. Mi is történik itt? Jó napot kívánok! Hát valamikor a tavalyi évben egy bál került megrendezésre Kiskulcsoson, a Kiskulcsosi Bál, amelynek a bevételét akkor úgy döntött a szervezőbizottság, hogy a tornaterem felújítására, a padló burkolat cseréjére fogja felhasználni.
Hát elérkezett az a pillanat, viszonylag elég gyorsan, én ennek nagyon örülök, hiszen kiírásra került egy olyan pályázat a Magyar Kézilabda Szövetség részéről, amely kimondottan olyan tornatermek felújítását célozza meg, ahol majd a későbbiekben a kézilabda oktatást lehet megvalósítani, népszerűsíteni. A Karcagi Sportegyesületen keresztül éltünk azzal a lehetőséggel, hogy megpályáztuk ezt a felújítást, felhasználva az alapítvány bából befolyt bevételét, kiegészítve Karcagváros önkormányzatának a támogatásával. Jelenleg folyik az a felújítás, amelyet ezen a pályázaton sikerült elnyernünk. Ez egy közel 6-6,5 millió forintos beruházás, egy olyan padló burkolat kerül itt elhelyezésre ebből az összegből, amely a legújabb, tehát a lehető legjobb technológiával készül el, és kimondottan a kézilabda sportág oktatását fogja szolgálni. Én azt gondolom, hogy az, hogy a sportegyesület, az iskola, az önkormányzat összefogásával tudott ez megvalósulni, mutatja azt, hogy igen, odafigyel mind az iskola, mind pedig a város a sportágainak a népszerűsítésére. És azért a kézilabda az egész jó helyen áll, megyei szinten is. Nem, hogy megyei szinten. Ebben az évben, ugye az előző szezont az MB2-ben töltötte mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapatunk. Ebben az évben, bár a felnőtt csapat kiesett az MB2 küzdelmeiből, és a megyében fogja folytatni a szereplését, az MB2-es csapatot, az MB2-ben az utánpótlás csapatot sikerült megtartani hosszas egyeztetések után, tehát a fiataloknak továbbra is lehetősége van arra, hogy a második vonalban tudjon küzdeni, és hát nyilván ezzel együtt jobban fejlődni. És hát akkor a szavaival azt érzem, hogy akkor ezen a pályán ők gyakorolni is tudnak majd. Nem, hiszen ahhoz nagy pálya kell, tehát ők mindenképpen a sportcsarnokban fogják az edzéseiket végezni. Viszont ahhoz, hogy ezt a jövőben is tudjuk folyamatosan biztosítani, szükség van az úgynevezett szivacs kézilabda edzések oktatására. Ez a legkisebbeket jelenti, tehát egészen az első osztálytól negyedik, ötödik osztályig. Itt egy kisebb pályaméret, a 10 méter x 20-as pályaméret van ehhez a sportághoz, és ez a tornaterem ez tökéletesen alkalmas arra, hogy ezzel a pályamérettel ezeknek a fiatal gyerekeknek az oktatását itt el tudjuk kezdeni, és hát az utánpótlást tudjuk nevelni. Akkor sok sikert kívánunk ehhez. Köszönjük szépen. Futóné Szabó Margit tagintézményvezetővel beszélgettünk arról, hogy miért is döntöttek amellett, hogy a tornatermet újítják fel a bál bevételéből. Minden évben a szülői munkaközösség, a szülők közössége támogatja az iskolánkat a tárgyi feltételeink javítására. Egyik évben a játékrendszerünk, tavaly évben a kerékpártároló, és most a legújabb bál rendezésének az ötlete az arra irányult, hogy a tornatermünket egy kicsit felújítsuk. Mikor volt itt utoljára ekkora felújítás? Hát ilyen hatalmas felújításról nem számolhatok be, úgyhogy én így szoktam mondani, hogy 20 éve nem történt ilyen, de igazán 25-nek is mondhatjuk. Ahogyan ez a tornaterem elkészült és átadták, ez a burkolat, ez azóta használják a gyerekek, erősen kopott állapotban, hiszen a játékos sorversenytől a teremfociig és a kosárlabdáig ugye itt igen mozgalmas sportélet folyt iskolánkban. Akkor az új tanévtől még jobb körülmények lesznek. Egyébként milyen sportszakkörök működnek, vagy milyen egyesületek vannak itt az iskolában? Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen első osztálytól a nyolcadikos gyerekekig mindenki sportol. Testnevelőink igyekeznek most felújítani a játékos sorversenyt, aminek régen nálunk nagy hagyománya volt. Megy a dobdakosárba program, amelyben az alsósok kosárlabdáztak. A focinak mindig is nagy hagyománya volt. Minden korcsoportban indulunk a Bozsik programban, és most ez lesz az újítás, az elsősök, alsó tagozatosok a szivacs kézilabdával fognak megismerkedni. Akkor gondolom, hogy itt mindenki egészséges lesz ebben a tanévben az iskolában. Milyen újdonságokról tudunk még beszámolni? Nagyon sok felújításunk volt a nyáron, úgyhogy a tanévet egy szép új iskolával kezdhetjük, ezt is úgy szoktam én mondani, mint a új iskolát kaptunk volna. Egész nyáron dolgoztak a festők, karbantartók, úgyhogy több tantermünk is ki lett festve, messzelve a csövektől az ajtókig a falak, minden megújításra került, de ezen kívül 4 tantermünk, amely parkettás felcsiszolták, lelakkozták, úgyhogy gyönyörűek tényleg, mint az új tantermek.
olyan szépek lettek, illetve a szaktantermünk, a fizika természettudományos szaktantermünk pedig új padlóburkolatot kapott, úgyhogy az is nagyon megújult, megszépült. Hány gyermek kezdi meg itt az iskolátársaim? 195 tanulónk van, most ez is egy kis emelkedő tendenciát mutat. Elsőst 28 tanulót írattunk benne, és 28-os ballagott el, úgyhogy itt már van egy kis természetes növekedés, illetve 6-an érkeztek más iskolából, illetve közvetünkbe költöztek tanulók. Akkor én eredményes és sikeres tanévet kívánok önöknek. Nagyon szépen köszönöm, és reméljük, hogy folytatódik ez a felújítás, mert úgy érzem, hogy egy kis lendületet kaptunk közvetünk képviselője Szepesi Tibor támogatásával is. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is! Puskán Sándor Ildikóval beszélgetünk itt a kertjükben, itt egy gyönyörű nagy körtefát látunk, de sok-sok minden van. Mióta kertészkednek? Mi, amióta ide kiköltöztünk azóta, tehát ami azt jelenti, hogy 22 éve költöztünk ide ki a kisföldek közé, és azóta kertészkedünk, egészen nagy, tehát a bejárunk az végig volt veteményezve, és mindenfélével, tehát abból tudtam főzni, tehát úgy a zöldborsótól, a fokhagymától kezdve, mindent most már második, harmadik éve a krumplival is próbálkozunk, és az nagyon bejött, tehát mi azt nagyon szeretjük. És akkor az első perctől kezdve fontos volt, hogy itt ne fűnőjön, hanem vetemény legyen? Igen, mindenféleképpen, tehát sokkal nagyobb volt ugyan a kertünk, de utána ugye, tehát egy kicsit másképp alakult, tehát a kocsi bejáró miatt, és amiatt egy kicsit lekicsinyült a kertünk, de nagyon fontos és nagyon jó az, hogy akkor a konyhába hétvégén is főzök, és akkor tudom, hogy ez mind a sajátunk, a saját cukkénit, a saját padlizsánkrémet meg tudom csinálni a padlizsánból, ugye a krumplitól, tehát minden a miénk. És egyébként ki segít a kertészkedésben, tehát gondolom, hogy nem egyedül műveli? Nem, a férjem segít, és a gyerekek is besegítenek, ha más nem a fűnyírásba, de ősszel az ásásba ott vannak, tehát van három fiam, és ők segítenek az ásásba is. És azért a virágokról is beszéljünk, hiszen azért úgy látom, hogy a büdöske is oda van téve, az is egy picit űzi a kártevőket, meg sok-sok olyan hasznos dolgot odaültetett, ami segíti a növények fejlődését. Igen, ezzel is próbálkozunk, hogy tehát minél kevesebb permetetés, tehát teljes mértékben bio kertészetre szeretnénk, hogy ne kelljen semmilyen vegyszert, mert azért csak fontos. Így viszont tudjuk, hogy ugye mit eszünk, és akkor sokkal másabb, tehát ezért a büdöskével megpróbálkoztunk. Egyébként mindig próbál valami újat, ami jól bevált, azt gondolom megmarad, de mindig van valami kísérletezgetés? Igen, igen. A padlizsán volt az, ami nem igazán jött be nekünk, és most ebbe az évbe azért is, tehát megpróbáltuk, és hétvégén szedtem le 6 padlizsánt, és ebből 3-ból csináltunk padlizsánkrémet, mert azt nagyon szeretjük, kirántva is szeretjük, és tehát különböző zöldségekkel, párolt zöldséget szoktunk csinálni, úgyhogy a padlizsán az most nagyon bejött, tehát az most nagyon sikeres, és ez most egy új, és a kelbimbó, ami egy kicsit még nem annyira nő, de azt is próbáljuk. Mennyiben változott mondjuk az étkezési szokásuk, tehát mennyivel lesznek több zöldséget, vagy mennyivel több zöldségköretet készít, mióta saját maga megtermeli? Sokkal másképpen, tehát a zöldséget azt sokkal jobban fogyasszuk. Tehát bármibe, tehát a mentánk is, a citromfűvünk is egész terjedelmes lett, és most ugye sikerült mindet leszennem, egy gyönyörű lett. Azt lemostam, megszárítottam, és üvegekbe el van rakva, tehát télire meg tudjuk a tejánk, ott van ugye mind a kettő, meg mondjuk akár nyáron is, mert ilyenkor is szoktuk a mentetáját inni. Úgy a szamócát is, tehát mindig próbálkozok valamivel, tehát abból is ugye a lekvárt. Azt mondjuk addig is csináltam, de most már az is elég jól szaporodik, és akkor azt meg tudom csinálni a lekvárt is, meg bármiből. Tehát az alma, amikor másik fánk volt, akkor az almát, körtét, ahogy ért, összefőztem, és akkor lekvár lett belőle, a paradicsomot azt beraktam már 14 üveggel, tehát az is nagyon jól termett, és így ebből kifolyólag teljesen másképp étkezünk, és sokkal jobb az, amikor kijövünk a kertbe, és leszedjük, és akkor ott van helybe, tehát sokkal több zöldséget eszünk, talán én úgy gondolom.
És egyébként mennyire vannak jó hatással a szomszédokra? Tehát mondjuk kezdete itt valaki elkövetkezni, mert addig csak fű volt, és látta, hogy önöknek ez jól megy, és mondjuk beoltották ennek a szeretetével. Az az igazság, hogy a körtelugast azt szomszéd bácsi segített, tehát azt onnan vettük jobbára. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kertvárosi rész, és talán mindenki próbálkozik egy kis kerttel. Egymásnak szoktunk adni a szomszéddal. Ő adott egy kis napraforgót, én adtam karalábét, tehát így cserélgetünk, de ez mindig, tehát a virágban is megvan. Én az egyik fajta, ő a másik fajta virágot, tehát én adtam tubarúzsát neki, ő adott liliomot, tehát így megvan a csere, de úgy gondolom, hogy itt általában mindenki kertészkedik. Hát akkor én azt kívánom, hogy sok-sok minden teremjen még be itt időben, és kerüljön be az önök éréskamrájába. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Orosz István augusztus 19-én az ünnepi önkormányzati ülésen megkapta és átvehette a Karcagváros sportjáért díjat. Háttér című magazin műsorunk következik, és Orosz Istvánnal beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Orosz István, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa, aki a közelmúltban egy rangos városi elismerést vehetett át. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a televízió nézőket is. Először is szívből gratulálunk a díjhoz, hiszen Karcagváros sportjáért díjat vehette át a közelmúltban. Mikor volt ez a díjátadó? Ez augusztus 19-én, ha a Karcagi Önkormányzat ünnepi ülésén vehettem át ezt a rangos kitüntetést. Még egyszer szívből gratulálunk hozzá. Beszéljen nekünk arról, hogy mi volt ennek a kitüntetés odaítélésének az előzménye. Tudott-e róla, megsúgták-e önnek azt, hogy fog egy ilyen díjat kapni? Hogyan jutott a tudomására? Igen, megsúgták, és hallottam róla, még igazgatónő súgta meg, hogy valószínű, hogy én fogom nyerni ezt a szép díjat, és július közepén kaptam a önkormányzattól egy levelet, hogy én nyertem meg ezt a szép kitüntetést, és akkor már azért jobban elhittem, vagy már akkor már tényleg elhittem, hogy én fogom nyerni, és augusztus 19-én vehettem át ezt a szép kitüntetést. Milyen volt ez a díjátadó? Mit érzett akkor, amikor szólították, és ki kellett menni a pulpitus elé? Hát egy furcsa érzés, mert azért nem ilyen közegben vagyok én hozzászokva, azért a sportterén másabb közeg szokott lenni, de tényleg egy nagy elismerés volt, egy más érzés volt, és úgymond egy kicsit dicsőség is volt, hogy egy ilyen szép kitüntetést elnyerhettem úgymond a szülővárosomba, és ez szerintem számomra azt is jelenti, hogy valamit jól csinálok. Meséljen nekünk a pályájáról, a munkásságáról, hová járt általános iskolába, hogy indult a pályája, középiskoláját hol végezte? Hát 81-ben születtem itt Karcagon, és itt is kezdtem el a tanulmányomat a Kovács Mihály Általános Iskolába. Akkor még élt a régi testmelés tagozatos része, és én ott kezdtem, ott szerettem meg a sportot is. Bocsánat, ki volt az, aki megszerettette önnel a sportot? Szecskó Alfréd tanárúrral kezdtem el elsőnek atlétizálni, és hát úgymond egy kicsit fanatikus is volt, és én ezt a hozzáállását szerettem, mert tényleg kihozta belőlem mindig a maximumot, addig hajtott, amíg a sikerek nem jöttek, vagy a jó eredmények. És egy negyedik osztályba kosárlabdázni kezdtem el Őlő Zoli Bálnál, ott országos bajnokságot is tudtunk nyerni. Utána 7.-8. a apukám révén már a fociba is betekintést nyerhettem, és 8. után kellett úgy eldöntenem, hogy tényleg merre szakosodjak a sportterén, és én a labdarúgást választottam. Nagyon szerettem a kosárlabdát is,
de mivel a termetem egy úgymond alacsony termet voltam, jobban, vagyis úgy gondoltam, hogy szerintem a tudásomat a labdarúgásba jobban fogom kamatoztatni, ezért az Rényi János sportgimnáziumot választottam Debrecenbe, ahol a DVSC-be tudtam futballozni, és ott 4 évig futballoztam. Bocsánat, ott milyen élményeket szerzett? Tehát érezte, hogy jó döntés volt az, hogy esetleg e felé terelték, vagy hogy ezt választotta? Hát nem is tereltek, inkább én választottam, mert már 7. hívtak Kunhegyesre a sportiskolába, de nem nagyon volt kedvem, és itt a szülők azt mondták, hogy én döntsem el tényleg, hogy még fiatalon elkerülök-e, vagy nem, és én úgy döntöttem, hogy inkább maradok még a 2 éves, majd 8. után próbálok vidéken helytállni. Szerintem jó döntés volt, mert már akkor is a DVSC-nek egy úgymond kimondottan erős korosztályai voltak. NB1-es bajnokságukban indultunk, és ott tudtuk megmérettetni magunkat. Szép sikereket is értünk el. Az első évben még az egy kicsit döcögős volt, át kellett venni azt a nagyobb városnak a ritmusát, be kellett illeszkedni, és amikor már be tudtunk illeszkedni, úgymond a vidéki gyerekek, akkor már jobban fel tudtuk venni a versenyt a debreceniekkel, és úgymond a csapatba is helyet tudtunk követelni magunknak. Majd a 4 év után megint egy választás elé kerültem. Én már ott középiskolában úgymond szerettem a gyerekeket, szerettem, ott a kollégiumban voltunk, és voltak kisebb gyerekek, és mindig úgymond megtaláltam velük a hangot, és szerettem velük játszani, amikor szabadidőnk volt, és én úgy döntöttem, vagy úgy gondoltam, hogy megpróbálom a tanári szakma felé irányítani magam, és Debrecen után a Nyíregyházi Főiskolára adtam be a jelentkezésemet, felvételt is nyertem. Ki kellett hagynom 1 évet a foci miatt, mert akkor itt Karcagon jöttem vissza a középiskola után, és itt Karcagon akkor úgymond jól ment a foci Karcagon, és el kellett döntenem, hogy foci vagy tanulás. Elsőnek halasztottam 1 évet, és itt fociztam Karcagon, és utána megpróbáltam úgy a főiskolát, hogy nappali tagozaton, és mellette a labdarúgást is. A Nyíregyházához jártam edzésre, de ide jártam hétvégén mérkőzésre. Ez nem volt olyan jó, mert azért nem úgy ismertem a társakat, nem úgy szoktam hozzá, és az első év után kellett egy nagyobb döntést hoznom, hogy tényleg vagy a foci, vagy a tanulás, de egyiket sem szerettem volna elhanyagolni, és ezért úgy döntöttem, hogy a Nyíregyházi Főiskolán nappali tagozatáról áttérek a levelező tagozatra. Ez pénteken és szombaton voltak ezek a tanórák, és így meg tudtam oldani, hogy itt tudtam járni Karcagon edzésre és a mérkőzésekre, mert akkor még vasárnap voltak a mérkőzések, és utána pedig péntek-szombaton meg a tanulást is meg tudtam oldani. Ez egy hátránya volt, hogy testnevelés és földrajz szakon kezdtem el a tanulmányaimat, de egy szakot kellett választani a második évben, amikor mentem levelező tagozatra, és így a földrajz szakomat le kellett adnom. Hányadikos gyermekeket tanít? Most a felsőbe tanítok, 7.-8.-osokat, és mint testnevelő, és tesít, és a 2.-3. osztálynak pedig úszást. Ha így mérlegeli, vagy megnézi gyakorlatilag a szakmáját, akkor kikkel könnyebb foglalkozni, alsós tanulókkal, vagy felsős tanulókkal? Hát azt kell mondanom, hogy teljesen úgymond a csecsemőkortól a felnőtt korig foglalkozok úgymond gyerekekkel vagy emberekkel, mert babúszóoktató is vagyok, és ott úgymond a 3 hónapos kis babáktól kezdve oktatom úgymond az úszást. Ők is nagyon aranyosak, és egy más dimenzió szerintem. A kicsik, a 2.-3. osok, az alsósok, úgy jobban ragaszkodóak, és tényleg úgymond jobban, úgymond babásabban, gyerekbarátabban kell bánni velük. A nagyobbak már annyira nem igénylik ezt a nagyon kötött dolgot, és tényleg, de velük is megértem a hangnemet. A
felnőtt csapat edzője is vagyok itt a fociterén, azok már azért már sokkal nehezebb falatnak bizonyulnak egyes szituációkban, de szerintem elfogadnak és meg szoktam oldani, ha vannak olyan problémák, akkor meg tudjuk beszélni. Ön szerint mi a feladata egy testnevelő tanárnak mondjuk alsós gyerekek oktatása közben? Tehát például felhasználja azt, amit ugye elmondott a saját példájáról, hogy annak idején az ön testnevelő tanára nagyon kemény volt, kihajtotta önből a maximumot. Na most a gyerekeket hajtani kell, vagy megszerettetni velük a sportot ugye manapság, mert felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés óra jelen van az iskolákban. Szeretik magyarul ezt a gyerekek? Hát a mai gyerekek azt mondom, hogy másabb, mint amikor mi voltunk diákok. Most már jobban leülnek a számítógép elé, azért régebben nálunk nem voltak ilyen lehetőségek, hogy otthon számítógép, vagy ki sem mozduljanak a szobából. És elsőnek én azt mondom, hogy elsőnek meg kell szeretetni a mozgást és a sportot a gyerekekkel, főleg ha a kiskorba. És ha megszerették, akkor utána már egy lépcsőfok, hogy utána lehet jobban terhelni őket, és utána versenyekre vinni, mert ha véletlenül kudarcok érik, akkor azért nem nagyon fogják még megtörni őket, és ezt szépen fel kell építeni, de első lényeges, hogy szeressék meg azt a sportot, amit művelnek. Ha mondjuk az iskolásokat nézzük, akkor mi az, amit nagyon nem szeretnek egy testnevelés órába, és mi az, amit nagyon szeretnek? Tehát például, ó, Pista, bár ne fussunk már annyit. Hát, igen, a futás az abszolút, de az mindig. Ha 100 métert futunk, ha 200 métert, ha 2000 métert, ott mindig probléma van. De már megfigyeltem, hogy már néha játékot sem nagyon szeretik. Én ebbe azt a következtetést vontam le, hogy tényleg, hogyha egy számítógép előtt ül, és bekapcsolja a gépet, és ő indítja a játékot, és ha megunja, vagy nem úgy sikerül, akkor kikapcsolja, vagy újraindítja azt a játékot. Itt azért az életben sokkal másabb dolgok történnek, mert itt nem állhat meg, mert a játék van egy ideje, és végig kell csinálni, és vagy sikerül, vagy nem. Azt a kudarcot, azt fel kell dolgozni, ha kapja a társától azokat a úgymond beszólásokat, azokat fel kell dolgozni, egy számítógéptől már nem kapja úgy meg. És tényleg a mostani generáció azt mondom, hogy sokkal másabb. Olyan játékokat ki kell találni, hogy tényleg az osztályt felkeltse, az érdeklődését. Már nem tudok egy labdajátékot úgy lejátszani, mert a fele az biztos, hogy vagy nem olyan ügyes, vagy nem olyan adottságú, vagy nem nagyon érdekli, és tényleg ezeket a játékokat is úgy próbálom felépíteni, hogy vagy két-három fajta játékot is oda elosztani a gyerekeket, másabb alkalmazkodni. Szerintem régebben sokkal könnyebb volt a tanároknak, mert azért jobban is szerették a mozgást a gyerekek, jobban odafigyeltek, most már azért nehezebb. És a mai rendszerben például ugyanúgy vannak testnevelés során mondjuk ilyen szekrényugrás, vagy kötélmászás, vagy mi az, ami fele inkább most terelődik az oktatás egy-egy testnevelés során? Például ugye veszélyes mondjuk egy szekrényugrás, egy nem olyan test, nekem is tört el közben már lábam, úgyhogy ezért kérdezem, hogy mennyire kell belevinni ezeket az úgymond veszélyesebb elemeket egy-egy órába. Nálunk a tanmenetben minden benne van, úgyhogy a szekrényugrás, a talajtornától kezdve a kötélmászás minden megtalálható. Igen, veszélyesek ezek a talajtornák és például a szekrényugrás, mert már jártam úgy, hogy kéztöréstől boka, ficam vagy rándulás, vagy ha nem úgy érkezünk le a szőnyegre, akkor a térd is megroppanhat. Vannak veszélyek, és itt szeretném megemlíteni, hogy azért a félelem érzet a kicsiknél még nincs annyira meg, és ott, ha az általános iskola alsó tagozatába, ha ezeket a gyerekeket fel tudjuk készíteni a talajtornára, a szekrényugrásra, akkor jobban el tudják a felsőbe is sajátítani a már nehezebb dolgokat, nehezebb ugrásfajtákat, de ha nincsenek felkészítve a általános iskola alsó tagozatába, akkor sokkal nehezebb dolgom is van, és szerintem sokkal nehezebben lendül neki a tanuló például egy szekrényugrásnak.
a félelem már jobban benne van, már ő már tudja, hogy milyen bajokkal járhat, hogyha nem úgy támasz, nem úgy érkezik a szőnyegre. Úgyhogy én nehéz feladat, de én minden mozgást bele szoktam tenni a tanmenetünkbe, és ott a testmérés órákon is minden fajta mozgást kipróbálunk. Vannak a mostani gyerekek között, akiket tanít, olyanok, akik kimagaslóan tehetségesek a sport tekintetében, és esetleg e felé a pálya felé lehet őket terelgetni? Tehát mondjuk akár sportolók váljanak belőlük? Vannak, mert tényleg elég szép eredményeket értünk el. Tavaly országos bajnokok is voltunk, például a lányok mezei futóversenyben, diákolimpián, és tényleg nagyon sok rétű a úgymond a sporták terén, hogy ki milyen sportágokat szeret. Én azt mondom, hogy volt szerencsém tavaly betanítani a református gimnáziumba is, és ott azokkal a tanulókat taníthattam, akikkel voltam az általános iskolába is, és ők már most érettségiznek, és volt olyan tanuló, aki pont erre szeretett volna felvételizni, a testnevelés tanár felé hajlott, és tényleg ez számomra öröm is. És szoktam kijárni a futópályára is, és ez egy jó érzés, amikor vannak olyan diákok, akik régebben nem úgy futottak, vagy nem úgy sportoltak testi órákon, és olyan jó érzés, amikor látom őket ott a erdélyi futópályán is futni, és az számomra egy visszajelzés, hogy tényleg megérte, hogy azért noszogtassam őket, sportoljunk is, minden fajta sportágat kipróbáljunk, és mindenki megtalálja a maga kis mozgását, és ez számomra ez jó. Babaúszás hogy jött az életébe? Hát amikor megérkezett az első csemete Ritus személyében, akkor nagyon szerettük, hogy volna ezt a babaúszást kipróbálni. A feleségem is, Rita is látta, úgymond ő is a testnevelés egyetemen végzett, mint táncpedagógus, és ő ott látta ezt a foglalkozást, én Nyíregyházán, és sajnos ez Karcagon nem volt jelen még abba az időszakban. Debrecenbe kellett áthordanunk heti rendszerességgel, és annyira szerette, hogy meg én is úgymond ikletet kaptam, hogy jó lenne, hogyha ezt Karcagon is egy kicsit megteremtenénk, és így Alsópáhákon, Hévízen volt egy ilyen továbbképzés, egy kéthetes továbbképzés, ahol részt vettem, és elsajátítottam ezt a babaúszást, és utána már, amikor már a második, harmadik életévét betöltötte Ritus, és utána jött Réka, akkor már itt el tudtuk kezdeni. Elsőnek Berekfürdőn foglalkoztam a babaúszással, majd utána Karcagra át tudtam jönni, amikor átadták az új létesítményt a strandfürdőnél, és nagyon szeretik, és én is nagyon szeretem. Ez vasárnaponként szokott lenni. Ugye egy más kikapcsolódás, a szülőknek is egy közös programa a kicsivel, más közegbe. Nagyon szeretik szerintem. Itt elsősorban mit tanulnak meg a babák? Mert ugye gondolom, ők még nem az úszás nemeket sajátítják el. Nem az úsz. Tehát milyennek a célja gyakorlatilag az ilyen foglalkozásoknak, azon kívül, hogy egy közös családi program legyen? A vízhez szoktatás elsőnek, mert ők nem akarok nagyon belemenni, de az anyamélyből, amikor kijönnek a kicsik, akkor ezt a hasonló érzést kapják meg úgymond a vízben, mint amikor az anyamélyben voltak, és tényleg jobban a mozgást is könnyebben el tudják sajátítani egy vízben, egy olyan közegben, ahol könnyebb a mozgás is. A szülővel szorosabb kapcsolatot tudnak teremteni, mert azért a szülőkkel vannak benne a vízbe, és együtt oldják meg azokat a feladatokat, amit én próbálok kitalálni, vagy mondani nekik, és visszajelzésből azt mondom, hogy akik ezen a turnuson vagy ezen a foglalkozáson részt vesznek és megnőznek, sokkal hamarabb megtanulnak úszni is. Már egy kicsit hazabeszélek, de Réka most megy első osztályba, és már három úszásnemet tud,
és 2 évvel ezelőtt már az uszodába úgy be tudtam engedni 4 évesen, hogy nem kellett felügyelet mellé, mert végig tudta úszni a nagy uszodát. Úgyhogy hamarabb megtanulják az úszást, hozzászoknak egy olyan figyeléshez már, ami az óvodába is kell, ami az iskolába, hogy egy 40 percet tudnak figyelni, tudnak koncentrálni. Nagyon sok jótékony hatása van a víznek, és szerintem egy már kiskorban a mozgást megpróbáljuk megszerettetni velük. Ahogy így most beszélgettünk, ugye gyakorlatilag nekem az jött le ebből a beszélgetésből, hogy azért a fő nyomvonal az a labdarúgás volt. Igen. Tehát az, amit szeret a legjobban, az mindig jelen volt az életében. Ugye tudjuk, hogy 2 tündéri kislánya van, ezt nem fogja tudni továbbadni, gondolom, hogy ők nem lesznek focisták, vagy őket ez nem igazán érdekli. Hát Ritus kosarazik őt, de én mindig is azt mondtam, hogy kicsit úgymond a foci ellen beszélek, de a lányoknak én nekem úgy nem igazi, aki focizik. Lehet olyan lány, persze, természetes, mert még lehet, hogy Rékából is még futballista lesz. Ritus egy sokkal másabb állítottságú, ő inkább ilyen hobbiból sportol. Rékában már látom azt a kicsit a fanatizmusát, és egy kicsit a kis hozzáállását is, hogy belőle még lehet, nem is mint futballista szerintem, de mint sporterén egy kicsit úgymond komolyabban foglalkozzon vele, de majd ez még a jövő zenéje. Minden, amit ők döntenek, én fogom támogatni, de még egyszer azt mondom, hogy nem a foci felé fogom terelni őket. Ugye azt tudjuk, hogy tanít, labdarúgókkal foglalkozik, babaúszással foglalkozik, a jövőre vonatkozóan vannak-e még esetleg a sportterén elképzelései, tervei? Hát vannak, mert azért a labdarúgás is azért most egy nagyobb átalakuláson fog végbe menni szerintem, itt az utánpótlás terén is, és mint szerintem a felnőtt terén is. Most egy olyan csapat van a felnőtt csapatnál is, ahol szerintem az első 3 helyet is meg tudjuk célozni. Én nagy álmom, hogy egyszer bajnokságot is nyerjünk itt a megye egybe, és egy magasabb osztályba is ki tudjam próbálni ezeket a játékosokat, akiket úgymond első koruk óta neveltem, és már most a felnőtt csapat tagjai is együtt tudok játszani velük. Ez megint egy plusz olyan élmény, hogy olyan gyerekekkel, vagy olyan fiatal labdarúgókkal játszok, akiket neveltem óvodáskoruk óta. Vannak tervek, néha az idő kevés, de szerintem a családdal úgy kell beosztani, úgy próbáljuk beosztani, hogy tényleg mindenre legyen idő, és megoldható is. Reméljük, hogy ezek a tervek fognak sikerülni. Sok sikert kívánunk hozzá, és köszönöm a beszélgetést, azt, hogy eljött hozzánk, és még egyszer gratulálunk a díjhoz. Köszönöm szépen, én is a meghívást, és köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé.